többször is találkoztunk itt az elmúlt 2,5 évben, és mindig nagyon, számomra nagyon érdekesek ezek a beszélgetések. Most egy picit rendhagyó, mert úgy kezdjük, hogy nem magáról fogunk beszélgetni először, hanem a Szabadvári Ferencről, akit ön ismert, bár ön egy idősebb, majdnem egy fél generációval, azt lehet mondani. Mi volt az ő jelentőség, hogy ebben az új Kőszegi Polgárok kötetben ő is szerepel, az ő történet, és őt nem csak szerepel, hanem Sándor volt olyan kedves, hogy megnézte a szöveget és kommentálta, és én ezt meg is fogadtam a tanácsokat, úgyhogy köszönöm szépen ezúttal. Tehát mi volt az ő jelentősége kémia szempontjából? Nézze, a kémia szempontjából el kell mondani azt, hogy ő vegyészmérnöknek azért ment, mert a apjának szappantgyára volt, és az apja ragaszkodott hozzá, hogy ő vigye tovább a szappantgyárt. Őt a humántudományok történelem jobban érdekelte, de szót fogadott és elvégezte a vegyészmérnök szakot, már műegyetemet végezte, és a világhírű analitikus kémikus Erdei Lászlónak az intézetébe került. Na, ennek az előzménye az volt, hogy amikor ő végzett, akkor a tudomány iránti minden vágya ellenére az apja unszolására ő a szappangyárat vette át. És ezt én tőle személyesen hallottam, ezt a történetet. Hát ő lényegesen idősebb volt nálam. Én is 4 évig a Kőszegi Bencés gimnáziumba jártam, ő ott is érettségizett, és utána elvégezte a vegyészmérnök szakot, oda került az appangyárba, leendőt tulajdonos igazgatónak, és akkor egyszer csak ezt, mondom, tőle hallottam személyesen, a 80. születésnapján nagy ünnepség volt, és akkor, mikor ő szót kapott, akkor ezt a elmesélte. Nagyon jó fanyar humora volt neki, ezt olyan faképpel, de fanyar humorral elmondta, hogy ült a igazgatói vagy tulajdonosi szobába, és egyszer csak jött egy kedves régi munkása, és az mondta, hogy elnézést, de hát akkor a mai naptól államosítva van a gyár, és én lettem a gyárnak az igazgatója, és akkor hát legyen szíves innen eltávozni. És azt mondta, hogy az egyetlen kérdésem az volt, hogy a biciklimet elvihetem-e. Mire ez a kedves régi munkás azt mondta, hogy igen, azt elvihetjük. Utána biciklivel hazamentem, elmentem Budapestre, és hát így lett belőlem vegyészmérnök. És hát Erdei László a klasszikus analitikának egyik utolsó figurája volt a világon, az ő intézetébe került. Most hát Én nagyon ritkán, miután én mekkora Richterbe dolgoztam, mint kutatóvegyész, azzal az intézettel volt némi kapcsolatunk. Nekem személy szerint a Szabadvárival nem, de hát mint Kőszegivel azért beszéltünk néhány szót egymással. És hát ő ott azon kívül, hogy oktatott, hát tudományos munkát végzett. Én, ha most visszagondolok az ő publikációs tevékenységére, írt egy csomó cikket, abban az intézetben magas volt a színvonal. Ezek jó cikkek voltak, de nem voltak kiemelkedők. Korszerűnek semmiképpen nem lehet mondani. Már az Erdei sem volt egy korszerű gondolkozású kémikus, egy idősebben, mert nem fiatalon, hát 60 éves korában halt meg. Na, minden esetre ezzel a tudománnyal, tehát magával a kémiával a Szabadvári sose lett volna világhírű. Jó közepes színvonalú cikkeket írt számosat, de kijött neki a humán érdeklődésű vére,
meg a történelem iránti érdeklődése, és a kémiát ő összekapcsolta a történelemmel, és hát egyik a kémia egyik atyának, Lavoisier-nak megírta a tudományos élettörténetét. Hát abban a nagy előnyben volt része, hogy ő egyrészről kitűnően írt, másrészről hát kitűnő történész volt, és ugyanakkor a kémiai hátteret lévén, hogy egy kutató kémikus volt, nagyon jól ismerte, tehát ilyen jól kevés embernek adatott meg például, hogy a Lavoisierről írjon. És akkor megírta a világ analitikai kémiájának a történetét. Hát az analitikai kémia, amivel az Erdélyi Intézet foglalkozott, tehát a kémiai analízis volt az ő tudománya, hát ezt megírta, ezt egy egész csomó nyelvre lefordították, és ez egy példátlanul jó könyv volt. A mai fiatalok már azért nem ismerik, mert a analitikai kémia azóta ugrásszerűen megváltozott, korszerűsödött, és amit a Szabadvári csinált, és az Erdélyi Intézet csinált a 50-es, 60-as években, az a mai napra tökéletesen elavult volt. Az már senki nem csinálja, a fiatalok már nem is nagyon ismerik. Ő számukra ez legfeljebb tudománytörténet lehet, de mint tudománytörténet egy elsőrendű könyv. Amit most kémiai analitikának nevezünk, az a Szabadvári idejében még nyomaiban sem létezett. Ezek mind a 50-es, 60-as, 70-es években alakultak ki. Hát ennyit egyelőre a Szabadvári a kémia és a történelem kapcsolatáról. Köszönöm szépen. Most akkor beszéljünk a maga kötődéséről a Kőszeghez, az önkötődéséről. Ugye a Repkény szagatás visszaemlékezésében, amit 2014-ben publikált, abban leírja, hogy került Kőszegre. De most azt kérem, hogy a kőszegi történetekben megírt kis portré hátteréhez mondja el, hogy is történt ez pontosan. Hát a családom az anyai oldalról kőszegi volt, hát a nevezetes kőszegi szemző ház, az a Szemző Sándor nagyapám építette 1909-ben. Ez nem csak abban az időben, mai napig is az egyetlen szecessziós stílusú ház, most nagyon szépen rendbehozott és tudományos központként működő ház. Tehát anyám és anyámnak a húga nagynéném, ők az alsófokú tanulmányaikat Kőszegen kezdték el az ottani valami apácák által vezetett, akkor még elemi iskolának hívták, nem általán. Én se jártam általános iskolába, én is 4 elemi és 8 gimnáziumot végeztem. Én vagyok az utolsó generáció, egyel alattam lévők, azok már 8 általános végeztek. Na, visszatérve a családomnak a kőszegi eredetére, tehát a anyai oldalról kőszegiek vagyunk. Pontosan nem tudnám megmondani, hiszen nagyapám még az én születésem előtt 1929-ben meghalt, Szemző Sándor nagyapám, hogy pontosan miért költözött be a család Szombathelyre, az nincs kitől megkérdeznem, és azt nem... Azt hiszem, hogy itt ugye, nem akarok okoskodni, csak ahogy én összeraktam a család történetet, ugye ő Sárváron volt a háború alatt. A háború alatt Sárváron. Én azt találtam, hogy ő 17-ben adta a Reményinek a házát. Tehát a Reményi Ferencnek eladta 17-ben, még a háború alatt. Aha. Tehát lehet, hogy úgy gondolta, hogy talán Szombathelyen jobb lehetőséget, jobban tudja majd továbbvinni a praxist. Én ezt következtettem. Ez a évszám, ez nekem nem volt ismerős. Ez nagyon valószínű. Egy csomó papíron van nekem arról, hogy a anyám meg a nagynéném, anyámnak a húga mindössze másfél évvel volt fiatalabb nála,
ők Sárváron folytatták a tanulmányaikat, és aztán akkor ezek szerint így kerültek Szombathelyre. Hát Szombathely egy nagy város volt, ugye Kőszeghez képest. Nagyapám egy nagyon jó ügyvéd volt, és hát ott Szombathelyen a takarékpénztár épületében, ami hát Szombathely főterén egyik kiemelkedő, mai napig is nagyon szép. Hát takarékpénztárban közben állami áruház lett, úgyhogy ott volt nekik egy nagy lakásuk. Aztán, hogy nagyapám 29-ben meghalt, valószínűleg, hát ez anyagilag nagyon rosszul érintette a családot, akkor már az ő nagy lakásukat, ennek a takarékpénztári épületnek a második emeletén ezt két részre osztották, és csak az egyik felét tartotta meg a szemző család, másik felében egy másik család költözött, és 1929-ben épült meg a Szombathelyi Kórháza, Szombathelyi Közkórház, ami a Vas József miniszternek a jóvoltából épült meg egy nagyon szép parknak a közepén, a Gyöngyös partján, egy számos épületből álló, akkor a legkorszerűbbnek számító kórház alakult ott. Jóformán elődjese volt neki, úgyhogy patológusnak meghirdették az állást. Apám akkor már elvégezte a orvosegyetemet, Budapesten érettségizett, budapesti volt, Budapesten érettségizett, és a Budapesti Egyetemen kezdte el az orvosi egyetemi tanulmányait, aztán a Berlini Egyetemen folytatta, és a Göttingeni Egyetemen is végzett egy fél évet, és onnan ő érdekes módon nem a Budapesti Egyetemre jött vissza az orvosegyetemi tanulmányait befejezni, hanem a Pécsi Egyetemre. Ennek az okát nyilván én 11 éves koromban láttam apámat utoljára, nyilván ez otthon nem volt beszédtéma. Én ezt úgy tudom magyarázni, hogy apám egyetemi tanulmányai egybeestek a numerus clausus-szal. Apám zsidó származású volt, középiskolás korá végén, tehát érettségűvel egy időben keresztelkedett ki nagyszüleimmel együtt. Ugyancsak zsidó származású volt a kőszegi, sárvári, szombathelyi szemző család is. Ők korábban keresztelkedtek ki, tehát a anyám 1906-ban, nagynéném későbbi nevelőanyám 1908-ban született, ők már a születésükkor katolikusok voltak, tehát őket a kor szokása szerint 3-4 napos korukban megkeresztelték, és de visszatérve apámra, amikor Németországba ment, nagy valószínűség szerint, ez még a numerus clausus előtt egy évvel volt, de a hangulat olyan lehetett a Budapesti Egyetemen, már ilyen zsidóverések voltak akkoriban, meg a hangulat olyan volt, hogy nagy valószínűséggel, én úgy tételezem föl, hogy ő azért ment ki, nem csak ő, számos mások voltak, akik Németországba végezték a egyetemi tanulmányaikat, és ő azért mehetett ki, hogy Németországban akkor nagyon demokratikus rendszer volt, tehát ez a Weimari köztársaságnak a ideje volt. Amikor aztán ő hazajött a 3 év után, amiből 2,5 Berlinbe felett meg, Göttingenben járt, a legmagasabb szintű képzést kapta, és hát anyanyelvi szinten megtanult németül, akkor utána ő szerintem Pécsre azért ment vissza, mert ahogy a olvasmányaimból tudom, a Pécsi Egyetemen sokkal demokratikusabb légkör volt, mint a
budapesti egyetemen, és akkor, hogy elkerülje ezeket az atrocitásokat, ő Pécsre ment vissza. Na most Pécset találkozott az Enz Géza professzorral, aki egy világhírű anatómus. Azt nem is tudtam, ezt eddig nem is tudtam, talán nem beszéltük, mert én ismerem a fiát, az Enznek a fiát. Na hát ő akadémikus lett aztán, és ő egy igen nagy patológus volt. Apám ő hozzá került, először ilyen fizetés nélküli tanársegéd, akkoriban divat volt így kezdeni a tudományos pályát, aztán később tanársegédként ő nála dolgozott, és ott olvasta 1929-ben a Szombathelyi Kórháznak a pályázatát, hogy oda lehet menni patológusnak. Addigra ő neki már tucatnyi publikációja volt, szinte kizárólag német nyelvűek voltak, és a legjobb német folyóiratokba publikált, és hát ő atyai és tudományos mesterének tekintette a Enz professzort, és hát így az ő ajánló levelével őt alkalmazták Szombathelyen a kórházba, és hát ő albérlőként kezdett Szombathelyen, és addigra már anyagilag olyan rossz viszonyok közé került a szemző család, hogy ebbe a szűkített lakásnak is a egyik szobáját albérletbe kiadták apámnak. Na így ismerkedett meg anyámmal, és hát szerelem szövődött közöttük, úgyhogy így aztán ő 1929-ben került Szombathelyre, és 1931-ben összeházasodtak, és hát hamarosan megszületett a nővérem, és hát 2,5 évvel később, 33-ban meg én. Úgyhogy nekem még az első gyerekkori ilyen kis apró fényképeim azok még a takarékpénztár épületbeli lakásban voltak, ami hát két gyerekkel már kicsi volt, és apám hát addigra már amennyire egy patológustól telik, mert patológusok sose kerestek, mondjuk egy bágyógyászhoz hasonlóan jól, de minden esetre olyan anyagi körülmények közé került apám, hogy építetett egy házat Szombathelyen, egészen közel a közkórházhoz, hogy onnan át tudjon menni. Akkor az még a város szélének számított, a közelbe se volt ház, egy ilyen bokros, bogáncsos, elhagyatott részen építette nagyon szép négy szoba hallós villaszerű házat. Én nekem az első emlékeim odafűződnek, tehát ott 2,5 éves voltam, amikor oda költöztünk, és ott jártam én a szombathelyi domonkos apácáknak a óvodájába és a szombathelyi püspöki elemi iskolába. Na most hát én zsidó származású voltam, vagy egész pontosan megmondom, mondjuk Nürnbergi értelme az az én ereimbe 100%-osan zsidó vész sorok, de nekem fogalmam sem volt erről. Anyám, amint mondtam, ő már születése óta katolikus volt, és nem az, hogy vallásos volt, hanem bigott katolikus volt mai szemmel nézve. Apám is vallásos volt, de úgy ez a téma. Szóval annyira természetesnek tartottam én is, hogy 10 éves korom, még 1944-ig az a szó, hogy zsidó nálunk a családban el sem nagyon hangzott, és én nem tudtam a származásomról, ezt a szüleim titokba tartották előttem. Ez érdekes módon nagyon vitatható ez a dolog. Amikor én megírtam az önéletrajzomat, és hát számos recenzió született róla, akkor például a Heller Ágnes, akivel hát én nagyon jó viszonyban voltam, és nagyon szép és okos recenziót írt a könyvemről, ő például ezzel nem értett egyet, hogy
a szüleim engem így neveltek, és előttem ezt eltitkolták. Én a mai napig azt tudom mondani, hogy én ezt az asszimilációs stratégiát jónak tartom, mert én nekem nagyon szép gyerekkorom volt, 10 éves koromig én a püspöki iskolába jártam, rengeteget minisztráltam a szombathelyi székesegyházba, mélyen vallásos családban nevelkedtem. Amikor egyszer csak bejöttek a németek 44. március 19-én, és apám akkor azt mondta, na hülye, elég nagy fiú vagy, hogy komoly dolgokról beszéljünk, üljünk le egy négy szem közti beszélgetésre, és akkor apám elmondta a családomnak a alapjait, és elmondta azt, hogy a Hitler hogy gondolkozik, és mi várható itt most. 44 március utolsó vagy első napjaiban zajlott le ez a beszélgetés köztünk. Én úgy tudom, hogy a hatágú csillagnak, a sárga csillagnak a viselését talán március 28 vagy 29-én rendelték el. Én nem hordtam sohasem, a szüleimet se láttam ilyen bejárni, de nem nagyon mozdultunk ki a házunkból, de apám akkor, ő neki nagyon jó kapcsolatai voltak a katolikus egyházzal. Egyrészről azért, mert a kórházban, ahol a patológus főorvos volt, ott az ápolónőknek és az asszisztensnőknek a jó részét annunciáta apácák, annunciáta nővérek töltötték be, ők egészen, az ő rendházuk az egészen közel volt a közkórházhoz, és ilyen módon apám nem sejtette, hogy mi vár a családra, de tudta, hogy nagy kelleme, ők még akkor inkább kellemetlenségnek érezték át, és nem akarták, hogy mi gyerekek ennek kitéve legyünk, úgyhogy akkor a nővéremet egy pár nappal én utánam elhelyezték a annunciáta apácákhoz. Ővelük különösen jó viszonyban voltunk, minden évben meg voltunk hívva, az annunciáta nővéreknek volt Szombathely szőlődombon egy kis szőlőhegyük, és mindig a születen ez egy évi hagyományos dolog volt, hogy ott a család meg volt hívva egy uzsonnára. Engem meg Kőszegen a missziós papoknak a Isteni Ige Társaság, a Societas Verbi Divini. Fizikailag hogy került át Sándor? Hogy került át Szombathelyről Kőszegre? Hát én annyit tudok, hogy apámnak egy jó barátja, egy dr. Flugberger József, aki ugyanabban a közkórházban a tüdőgyógyász főorvos volt. Akkoriban még a tüdőben egy nagyon általánosan elterjedt betegség volt, és ő egy nagyon jó, nem volt olyan sok publikáló és tudós jellegű, de egy nagyon jó főorvos volt, és apámnak egy nagyon jó barátja volt, és ő neki volt autója, apámnak nem volt autója, és én azt tudom, hogy engem 44. április 12-én elmagyarázta nekem apám meg anyám, hogy elvisznek engem egy szerzetes házba, Kőszegre, mert olyan idők jönnek, amikor jobb, hogyha én ott leszek, és hát majd akkor fogunk újra találkozni, amikor már jobbak lesznek a viszonyok. Meg kell mondjam, hogy az oroszok akkor már majdnem a magyar határnál jártak, tehát épesző ember számára nyilvánvaló volt, hogy Hitler elveszti ezt a háborút, de hogy az alatt a pár hónap, hát egy év telt el a háború végéig, hogy ott minek lesz kitéve a család, azt nem lehetett tudni, de Auschwitzra nem gondoltak, eszük ágában nem volt. Úgyhogy ezt én úgy érzem, hogy a szüleim őszintén mondták nekem, hogy ez egy ideiglenes dolog lesz, hogy el kell válni egymástól. Na, így kerültem én a kőszegi missziós házba. Na, meg kell, hogy mondjam, hogy én olyan vallásos nevelésben részesültem, hogy akkor 10 éves fejjel úgy évente változott, hogy
mi akarok lenni, ha nagy leszek. Mozdony vezetőtől kezdve a legkülönbözőbb elképzeléseim voltak. Amikor én Kőszegre kerültem, akkor éppen pap akartam lenni, és hát ott megfogott annak az intézetnek a légköre, akkor vagy százan laktak abban nagyon szép, három emeletes, most már szép, különösen rendbehozott épületben, ez ott a Szabóhegy tövében van Kőszegen, onnan pár lépéssel már az ember az erdőbe kerül, tehát a város szélén volt. Nagyon jó szellem volt, és hát ott arra neveltek minket, hogyha leérettségizünk, az a gimnáziumba, a Bencés gimnáziumba jártunk, az egy olyan 5 perc járásnyira volt, úgyhogy minden reggel kettes sorokba a missziós növendékek, egy olyan 20-25-30-an voltunk, azok a 8 gimnázium valamelyikébe lementek. Mi még nem reverendába voltunk, civil ruhába voltunk, csak így a nyakunkon volt egy ilyen celluloid, fehér celluloid gallér, és alatta egy ilyen fekete szalvétaszerűség, amit úgy be kellett tűrni a ruhába. Na, annyi különböztetett meg minket a többiektől, úgyhogy így jártam én ott, hát 2,5 évvel, tudnék, a első évben, amikor Kőszegen voltam, magántanuló voltam, mert az még, akkor még a németek ott voltak, tehát engem a papok titokba vettek oda. A mai napig se tudom, hogy ők hogy magyarázták meg az én ott létemet, mert mindenkit hazaküldtek, majdnem üres lett az a nagyház, tehát mert 14 éves korban már reverendát kaptam volna én is, ha ott maradok, azok voltak a novíciusok, és azok leérettségiztek ott. Magát a papi ismereteket, tehát a nem jut eszembe a neve, azt már nem Kőszegen végezték, hanem valahol, ahol Esztergomba vagy Pannonhalmán, nem tudom, oda kerültek, utána visszajöttek Kőszegre, és aki a növendékek nevelésébe fölösleges volt, azt kiküldték missziós papnak. Úgyhogy akkoriban ilyen missziós tartományok voltak, az még a gyarmatoknak a felszabadulása előtt volt. Úgy emlékszem, hogy az Isten Ége Társaságának Nyugat-Afrikában, Togóban volt ilyen tartományban, meg Új-Guineában, ha jól emlékszem, és én nekem szent meggyőződésem volt, és én nagy, csupa nagybetűs hivatásnak éreztem, ezt úgy belém nevelték ott, hogy én missziós pap leszek, és én is oda fogok menni. Úgyhogy én így a szüleim rettenetes sorsáról, mert hát a anyám, nagyanyám, a szemző nagyapámnak a felesége és a nővérem, azok Auschwitzban pusztultak el. Az egy külön történet, hogy a nővérem hogy került oda, mert ugye, amint mondtam, őt az Annunciát a nővérek befogadták. Pár nappal én utánam, én előbb mentem Kőszegre, tehát valamikor április közepén került ő oda, és tüdőgyulladást kapott. Akkor még antibiotikumok nem léteztek, úgyhogy a tüdőgyulladás egy nagyon súlyos betegség volt, és át kellett őt vinni a kórházba. Amint aztán később egy ápolónőtől megtudtam, a lázlapjára csak az volt írva, hogy Klárika, tehát de hát egy nyilas artiszt, aki ott volt apámnak, nem volt jó viszonyban apámmal, az ezt észrevette és feljelentette. Úgyhogy egy éjszaka egy német katona, meg egy magyar csendőr éjjel jöttek. Addigra már a szüleimet bevitték a gettóba, Szombathelyen, addigra létesítettek egy gettót, ahol egy olyan 2 hónapot töltöttek, és őt lázas betegen oda vitték,
aztán a gettóból pár napig egy rettenetes helyre, egy elhagyatott volt szombathelyi gépgyárba kellett három napot a szemmel tölteni, hát arról az irodalomban is lehet olvasni, hogy rettenetes körülmények között voltak, és onnan mentek a vonatok Auschwitzba, és hát ott anyámat, akit még jobban lepusztított ez a három napos utazás, mert a súlyos beteg nővéremet hát kvázi ápolni kellett, hát ülőhely nem volt azon a vonaton, úgyhogy őket azonnal a gázkamrába vitték, nagyanyámat, anyámat, meg nővéremet. Apám, mint patológus, oda került abba a koncentrációs táborban működő szörnyeteg József Mengelének a laboratóriumába, ahol ilyen ártudományos kísérletek folytak, és apám élete így egy rettenetes fél évvel meghosszabbodott, és apám megőrült ebbe, hogy ő neki ezt kellett csinálni. Tudta, hogy mi lett a családjával, és ő neki ott, mint hát nagy tudós, és hát apám az utolsó napig boncolt személy szerint, sok száz boncolást ő hajtott végre. A szombathelyi kórházban őt valamikor 44. május 21-án rakták ki, és megvan nekem másolatban az a jegyzőkönyv, amit ő a utolsó boncolásáról írt, két vagy három nappal a kórházból való eltávolítása után. De hogy milyen idők voltak akkor, nem volt helyette patológus, tehát a mai napig olvashatók egy nagyon kitűnő szombathelyi, már ugyancsak nyugdíjban lévő patológus a pincében megtalálta az összes jegyzőkönyvet, köztük apámnak a első jegyzőkönyvét, amit még azt hiszem 29-ben írt, az utolsóig 44-ig, tehát most egy kicsit elhanyarodtam, tehát apámnak ott kellett a boncolási tudását ebben rettenetes, hát ugye ma már nagy irodalma van, meg hát pontosan tudjuk, hogy mi folyt a Mengele laboratóriumában, hát ő a auschwitzi perben, illetve a Nürnbergi perben is tanúként szerepel, de apám megőrült. És végül is a mai napig felfoghatatlan számomra, hogy hogyan, de amikor kiürítették Auschwitzot, a németek már, illetve az oroszok ott jártak néhány tíz kilométerre Auschwitztól, amikor a részben fölgyújtották, részben felrobbantották a krematóriumokat, és a még megmaradt embereket először gyalogmenetbe, ez nagyon hideg tél volt az a 44 januárjában, néhány napig gyakorlatilag étlen szomjan hajtották, majd utána vonatra rakták, és ilyen marha vagonokba, Mauthausenbe vitték Ausztriába. De hogy ezt apám hogy érte túl, az egy rejtély számomra, mert ő nem volt, és kifejezetten nem volt egy sportos alkat, egy kicsit köpcös, kicsit kövérkés, alacsony ember volt, sose sportolt. Mondjuk rengeteget kirándultunk a kőszegi hegyekbe, Irotkön több tucatszor voltam, mert anyám nagyon szeretett kőszegre járni, mint kőszegi lány. Na szóval apám így túlélte, Mauthausenből meg őt, a Mauthausen addigra már olyan mértékben túlzsúfolt volt, hogy a közelbe Ebensee nevű városba vitték őt. Ebensee az egy nagyon szép üdülőhely Salzkammergutba, a Traunsee-nek a déli végén, mai napig is egy nagyon neves üdülőhely. Hát oda a feleségemmel ellátogattunk pár évvel ezelőtt, és ott a
tábort, amit nem tudom, hogy ilyen részletek érdekesek lehetnek. Az ugye az Askanmergúta nagyon szép tavak mellett, a nagyon szép hegyekről nevezetes. Ébenzé mellett is egy olyan 2000 méteres hegy emelkedik, és a Hitler úgy határozott, hogy a V2 nevű rakéta, amivel ő mint csodafegyverrel meg akarta nyerni a háborút, és hát ezeket Peenemünde-ben volt a gyár, és hát ott gyártották. Egy több tucatot ki is lőttek Angliára, és elég nagy pusztításokat is csináltak. Londont is érte közülük egy csomó, de hát ezt folyton lebombázták az angol-amerikai bombázók, és a Hitler úgy határozott, hogy valami hegynek a belsejébe telepíti ezt a gyárat, és ezt az Ébenzét nézték ki. Akkor létesítettek ott egy koncentrációs tábort, hogy azok a rabok csináljanak egy alagútrendszert a hegynek az oldalába, hogy oda tudják a gépeket telepíteni. Nem csak zsidók voltak ott, hanem hadifoglyok is, legkülönbözőbb nemzetiségű hadifoglyok, és hát ott létesítettek egy tábort, aztán később annyira túlterhel volt Mauthausen, hogy onnan oda vitték egy csomó embert. Apám is oda került, úgyhogy ő ott halt meg végül is Ébenzébe. Hát többszörösen idézőjelbe téve természetes halált halt. Az ő haláláról kétféle információ volt, mert egy, ha jól emlékszem, Faradinak hívták azt a ugyancsak pécsi orvost, aki apámat még onnan ismerte, és ő túlélte az Auschwitzot, meg a Mauthausent is, és itthon elég szép karriert csinált, egészségügyminiszter helyettes lett, és megírta az élettörténetét, önéletrajzát, meg is van a könyve, és abba egy szó esik apámról, hogy amikor már a gyalogmenet után vonattal ilyen vagonokba vitték étlenszomjan őket, ilyen marha vagonokban, mínusz nem tudom, hány fokba, hogy akkor egyszer csak valaki a szomszéd vagomból kérdezte, hogy ismeri valaki egy görög dénest, mert most dobtuk ki a holttestét, és hát a Pécsi Egyetemet, meg az ENSZ professzort emlegette. Na hát innen az az információ volt, hogy őt onnan kidobták, de végül is egy levél van a birtokomban, amit nagynénimnek írt egy szerdömölki orvos, aki szemtanúja volt apám halálának Ébenzébe. Úgyhogy valószínűleg ebbe az önéletrajzi könyvbe ő egy kicsit összekeverte a dolgokat. Na most, amikor Ébenzébe voltunk, ennek a tábornak a helyén egy nagyon szép lakótelep lett, ilyen kertes házak vannak, de egy olyan pár száz négyzetméteres helyen egy emléktáblát, emlékhelyet létesítettek, ahol egy egész csomó sír is van, de Zömmel unbekannt, unbekannt néven, hát apám valahol ott van, nem találtuk meg a sírját, de az összes emlékmű közül mindenki, minden nemzet, akinek a fiai ott el vannak hantolva valamilyen, 8000 halottja volt az ébenzéi tábornak, azoknak olaszok, németek létesítettek egy-egy szobrot, de messze a magyar szobor a legszebb. Ugyanaz a művész csinálta, aki Pesten a cipők szobrot csinálta a Dunaparton, egy ilyen földön fekvő nyitott gerincű, egy rettenetes kinézésű, de egy döbbenetesen, rettenetességében is szép szobor. Na, ezt megnéztük, és utána Nyír mutatta, hogy hol lehet elmenni a épülőfélben lévő rakétagyár felé.
Egy pár perces sétával eljutottunk a hegyoldalhoz, és ott láttunk egy ilyen kőkaput a hegyoldalba. És hát, miután egy lélek nem volt ott, hát gondoltam, hogy bemegyek. Kicsit, mert a feleségemmel voltunk, egy pár évvel ezelőtt volt, és bementem, és ez csak a fejem fölött megszólalt egy hang, hogy Firaj Robi, te. Na most kiderült, hogy ez múzeumnak van berendezve, és 4 euró volt a belépődi, mire mondtam neki, hogy Firaj Robi, mein Vater. Mire mondta, hogy ha bármi hozzátartozom van, akkor annak ingyen van a belépés, és egy nagyon szimpatikus fiatal osztrák emberrel összeismerkedtem őnek. Elmondtam a családom történetét, és kiderült az, hogy a Hitler parancsára a folyosó rendszert ezek a rabok megcsinálták a hegyoldalba. Tehát minden adottság megvolt, hogy a gépeket odahozva ott teljesen bombabiztos körül között mehetett volna a gyártás, de már erre nem volt idő, közben vége lett a háborúnak, és ezt múzeumnak rendezték be, és zömmel ebből a táborból voltak dokumentumok, többek között az amerikaiak, akik 45 május első napjaiban, egy pár nappal a háború vége előtt szabadították fel a tábort, azok készítettek egy csomó fényképfölvételt, hát elképzelhetetlenül rettenetes, ahogy halomba vannak a hullák, és a élők is félmeztelenül csontbőrre soványodva olyan kifejezéstelen arcra állnak. Szóval valami leírhatatlanul rettenetes volt. Na szóval apám, utána én írtam az Ébenzéi Múzeumnak egy levelet, leírtam, hogy mit tudok apámról, és hogy van-e nekik valami adatuk róla, és elküldték, megvannak az adatok. Mert hát én aztán azt a gyerekeimnek, unokáimnak elküldtem egy kísérőlevélemben, leírtam, hogy fölfoghatatlan a mi eszünkkel, hogy egy ilyen rettenetes rendszer, mint a hitleri rendszerben, a német bürokrácia azért működött, és pár héttel a vesztes háború előttük pontos kimutatást végeztek. Apám nem csak hogy szerepel a névsorba, hanem a napja, onnan tudom meg, hogy február 3-án délután 2:20 halt meg. Ez kézírással írva megvan a dokumentumot azóta is. Őrzöm, tehát ennyit apámról. Akkor térjünk vissza egy kicsit a kőszegi időszakhoz, tehát 44. április 12-én került kőszegre. Igen. És mit tud felidézni, ugye 10 éves volt? Hát eleinte szinte üres volt a missziós ház, mert mindenkit hazaküldtek, akinek egyáltalán volt családja elérhető helyen. Néhányan voltunk házba, nagyházba, de hát akkor Budapesthez közeledve az orosz-szovjet csapatok, akkor a szálasi kormány leköltözött Sopron, Kőszeg, Szombathelyre, és jóformán minden nagyobb házba egy minisztérium került. A kőszegi missziós házba a szálasi kormánynak a kabinettirodája költözött, és úgyhogy tele lett a ház ilyen nyilas tisztviselőkkel. Hogy azoknak hogy magyarázták el a papok, hogy én hogy kerültem oda, azt én nem tudom, de engem elhívtak még ilyen, hát idézőelbetéve kultúr délutánra, és ahol valami nyilas művész a saját verseit szavalta, amiből még meg is jegyeztem, elég jó memóriám van. A refrén az volt, hogy pusztuljon az álnok, dánok, és a kitartás éljen szálasi. Hát Dánoki Miklós Béla volt a időközben Debrecenben megalakult ideiglenes kormánynak a miniszterelnöke. Na hát így aztán
azért mégiscsak veszélyesnek ítélték a helyzetet, mert ha ezek megtudták volna, hogy én ki vagyok, akkor az én életemnek vége van. És ennek a missziós rendnek, ennek az Isteni Társaságának Budatétényben is volt egy missziós háza, és olyan hírek voltak, olyanok jutottak el hozzánk Köszegre, hogy az egy ilyen védett ház volt. És akkor engem egy teológus kíséretében, de nagy nehezen eljuttattak Budatéténybe, és akkor oda mentünk, és kiderült, hogy abszolút nem védett a ház, és hogy sokkal nehezebb körülmények között volt, lettem volna, mint Kőszegen. Akkor már Budapestet három oldalról körülfogták az oroszok, már én láttam az ágyutűznek a torkolat tűzeit, de még az utolsó percben visszamentünk Kőszegre, és én ott éltem meg a fölszabadulást 44. március 29-én. Utána én ott missziós növendék voltam, és missziós pap akartam lenni, és hát az ottani szerzetes rendnek a szigorú szabályai szerint gimnáziumba, a Köszegi Bencés gimnáziumba jártunk, és én azt lehet mondani, hogy mai fejjel visszagondolva én ott jól éreztem magamat. Hát természetesen az, hogy a szüleim, nővérem nem él, azt én nem tudtam, és reménykedtem az utolsó percig. Időközben a családból egyedül visszajött anyámnak a húga, aki túlélte az Auschwitzot, meg egy gránátgyárban van. Szemző Magda, a rettenetes munkát. Ő túlélte, visszajött, és megkeresett engem ott Kőszegen, és ő is még azt mondta nekem, hogy akkor reméljük, hogy a szüleid is hamarosan visszajönnek, de hát 46 nyarán volt az, ahol, amikor megtudtam azt, hogy ne reménykedjek tovább. Aztán hát, mondja Sándor, hogy ő tudtam. Hát egyrészt a nagynéném írt nekem egy nagyon szép levelet, amiben leírta az egésznek a történetét, meg hogy mit tudott ő az egészről. Hát ő akkor már apámnak is ismerte a történetét, hogy hogyan. Hát az, hogy megőrült, azt talán nem. De minden esetre tőle tudtam meg. Meg a missziós háznak volt egy ilyen házi kis folyóirat, a kis hitterjesztő, abban egy ottani pap egy nagyon szép cikket írt. Erről az én nevem nélkül, de én rólam szólt a cikk, és hát ezt is olvastam. Így tudtam meg. És egész 48 márciusáig én tényleg pap akartam lenni, de hát akkor évente egy hónapra mehettünk haza. Hát az a haza az nekem a nagynénémet jelentette, a Szemző Magdát, aki egyedül túlélte a dolgot, és hát önnevelő anyámként tartom számon, és önálló voltam. Ő itt többször említette, hogy hazajöhetek én ő hozzá, de akkor én tényleg missziós pap akartam lenni, de hát egy pár olyan benyomás ért, amitől akkor úgy fogalmaztam, hogy elvesztettem a hivatásomat. Őszintén elmondtam a papoknak, hogy hogyan kínlódom én, hogy most én tényleg így akarok, ha nem, de amikor megtudták ezt, hogy én nem akarok pap lenni, akkor felültettek a vonatra. És... Még egy picit térjünk vissza a 44-es évre, hogy abból föl tud idézni bármit, vagy 45-ig. Ugye azért az egy majdnem egy teljes év volt, amit ott megélt. Azon kívül, hogy volt egy kultúrest, úgy emlékszem, hogy amikor röpcédulákat szóltak le az oroszok. Igen, hát az olyan volt, hogy Kőszeget, mint katonai szempontból abszolút jelentéktelen kultúrhelyet, azt sose bombázták. De akkor már Olaszország déli részén az amerikaiak elfoglalták Szicíliát, meg Dél-Olaszországot, tehát ott is volt egy front, és ott létesítettek egy repülőteret, amivel hatalmas mennyiségű bombázógép észak felé ment, és elég benzinjük nem volt ahhoz. Addigra az oroszok már felszabadították, azt hiszem, a balti államokat,
és valahol, pontosan nem tudom, hogy hol, de vagy Észtország, Lettország, Litvánia, valahol volt egy repülőtér, oda mentek, és útközben bombáztak részben, magyar részben német célpontokat. Ezek szinte órát lehetett igazítani hozzájuk olyan pontosággal, a déli órákban jelentek meg, kötelékbe repültek nagy magasságba, és ilyen kis ezüst szallagokat, alumínium szallagokat szórtak le, nem tudtuk, hogy ez mire való. A nyilasok azt mondták, hogy tifuszbacillusokkal van meg, azt akarják, hogy a lakosságban tifusz járván legyen, nem szabad összeszedni, hát mi persze összeszedtük, 44-es karácsonyfát ezekkel díszítettük föl, emlékezetem szerint, és ezek minden nap röpcédulát is dobáltak le. Köszegnek akkor olyan félig magyar, félig német lakossága volt, úgyhogy olyan röpcédulákat dobtak le, ilyen egyoldalas, ilyen A5-ös nagyságú papír volt, aminek az egyik oldala magyarul volt nyomtatva, másik németül, és jóformán csak hadijelentések voltak, mert a helyi sajtó az állandóan német győzelmekről írt, tehát ez nyilas sajtó. Nyilas sajtó egyébként azt írt, hogy azért a kőszegiek, amikor a bombázások elkezdődtek, független attól, hogy szerencsés módon a város megmenekült, a belváros is, de azért sokszor féltek. Tehát nagy riadalom. Na de az volt a helyzet, hogy szép januári napsütéses napon ezekkel a nyilas tisztviselőkkel együtt kiálltunk, és néztük, egy szép látvány volt, ahogy ezek nagy magasságban, ezek a liberátorok elhúztak a fejünk fölött, és szórták a röpcédulákat, amik borzasztóan érdekelték ezeket a nyilas tisztviselőket is, de tilos volt nekik felszedni, mert nyilasok szedték föl, és megsemmisítették, nyilas pártszolgálatosok. Na de előfordult olyan eset, hogy pár száz méterre tőlünk leesett egy ilyen röpcédula, és akkor azt mondta nekem egy ilyen tisztviselő, te öcsi, mennyi, de hozd el nekem azt a papírt. Úgyhogy akkor én elhoztam neki ezt, úgyhogy innen értesült arról, hogy a front tőlünk már nincs olyan túl messze. Na most azt lehet mondani, hogy ezeknek meg volt ígérve, ezeknek a tisztviselőknek, hogy több autóbusz fognak kapni, amelyik viszi őket Ausztriába menekülve. Úgyhogy akkor megjelent a háznak, a missziós háznak a küszöbén egy egész csomó dolog, zsákszám, a kávé, amit nyilvánvalóan a zsidóboltoknak a kifosztásából szereztek. Ilyen nagy őrszám a textíliák, szóval nagy értékű dolgok, azt hitték, hogy ezt mind el tudják vinni, és akkor ezt az utolsó percben kaptak egy autóbuszt, ami elvitte őket, de azon hely nem volt, tehát a szajré dolgokat ott kellett hagyni. Papok alig voltak már ott a házban, köszegen híre ment, hogy itt nagy mennyiségű értékes dolog volt, úgyhogy Kőszegről búcsújárás indult oda, és ezeket a dolgokat összeszedték és vitték a városba. Ez egész országban nagyjából hasonló. Egy csomó gyerek is volt, mert növendék talán egyedül voltam, de egy csomó számomra is idegen 14-15-16 éves gyerek is jött, és azokkal végigjártuk a szobákat, ahol ezek a nyilasok ott hagyták a dolgaikat, és többek között a kabinetirodának egyik szobájában voltak a kitüntetések. Ami kitüntetéseket kiadtak, hát a Signum Laudis, meg a kis arany, meg nagy arany kitüntetések ezrével voltak, de olyanokat találtunk, amik ilyen nagy porcelán kereszt, drága vagy féldrága kövekkel kirakva, amiket csak államfők kaptak. Olyanokból nekem egy egész gyűjteményem volt. Hogy eltette Eltettem, és egymás... Szóval aztán egy idő után kihirdették, hogy akinek van ilyen eldugva, az adja oda. Én elég rossz gyerek voltam, nem adtam oda, de ezt másodszor kihirdették, akkor már retorzióktól féltem,
És akkor a missziós háznak az udvarán volt egy kis halastó, nem nagyobb, mint ez a lakás, és abba beledobtam őket. Mikor utoljára volt, mikor aztán legközelebb voltam évtizedekkel később, missziós házba ez a halastó eltűnt, betemették, pontosan meg tudnám mutatni, hogy hol, ott leásva, még ott most is ott vannak azok a kitüntetések a mai napig. Na szóval én, ha vissza kell gondolnom, hát tényleg én körülbelül egyetemi éveim kezdeteig, első-másodéves koromig még a missziós házból magammal hozott vallásosságom alapján vallásos voltam. Még első éves koromban talán Szegeden is eljártam a jezsuita templomba, ahol egy nagyon intelligens pap prédikált, de aztán fokozatosan természettudományos műveltségre tettem szert, és ezzel annyira összeegyeztethetetlennek tartottam a vallásosságomat, hogy sorra feladtam egy csomó dolgot, és akkor olyan másodéves koromban körülbelül egyszer végig gondoltam azt, hogy egy nagy küzdelem volt bennem, mert azzal, hogy az életemet ott mentették meg, és én hosszú évekig tényleg missziós pap akartam lenni, de közben eljutottam odáig, hogy rájöttem, hogy az egész vallás az egy fikció, és a vallásosságomnak az alapjai eltűntek. Ez egy lelki problémát jelentett nekem, egy állandó küzdelmet, de egyszer végig gondoltam, hogy én most már ateista vagyok. És ez egy nagy megnyugvást jelentett számomra. Azóta ateista vagyok. Van egy csomó jó ismerősöm, barátom, aki összetudja egyeztetni a tudományos világszemléletét a bizonyos mértékű vallásossággal. Én ezeket nagyon becsülöm, tisztelem, időnként vitatkozom is velük. Van egy barátom, nem akarom a nevét mondani, egy akadémikus társam, akivel egyszer vitatkozva azt mondtam, hogy de figyelj, én úgy tanultam, hogy aki kegyelmi állapotban van, tehát meggyont, megáldozott, megbánta a bűneit, az a halála után a mennyországba kerül. Tehát azok a gazemberek, a Endre László meg a Baki László, akik az egész deportálást megszervezték és Auschwitzba juttatták az családomat, és azok konkrétan tudom, hogy meggyóntak, áldoztak a felakasztásuk előtt, azok a mennyországban vannak. Én, mint ateista, én meg automatikusan a pokolba kerülök, hát akkor a Andre meg a Baki fönn a mennyországban röhögni fognak rajtam, hogy ez az alak meg a pokolban van. Na hát erre ez az akadémikus társam azt mondta, hogy nyugodt lehet, Sándor, te is a mennyországba fogsz kerülni. Na én az egész mennyországot sem hiszem már, tehát körülbelül a mai gondolkodásmódomat így tudom. Sándor, amikor az oroszok bejöttek, az ott fel tudja azt idézni, hogy az hirtelen megváltozott minden, vagy hogy érte azt? Na most hát az oroszok... Oroszok bejöttek a missziós házba, az első oroszok, akik bejöttek, nagyon helyes emberek voltak, apácák is menekültek hozzánk, mert joggal féltek, hogy az oroszok problémáik lesznek. Úgyhogy a pincében, amikor vártuk az első oroszokat, akkor apácákat is elbújtattunk, de azok megtalálták. Hát az első orosz, aki még géppisztolyjal jött, megkérdezte, hogy ez kicsoda. Az egyik novícius, a szlovák volt, az le tudta fordítani, hogy ez a magyar apáca. Akkor az orosz úgy megfogta az apácát, így meg rángatta, és azt mondta, hogy az oroszok nagyon szeretik a magyar apácákat. Azzal ott hagyta. Na aztán este jöttek már a részeg oroszok is, azok ottan randalíroztak, de én magam különösebb atrocitással nem találkoztam. A közszegi gimnáziumban az orosz hadikórház volt, tehát az, hogy a tanítás elkezdődhessen a Bencés gimnáziumban, ahhoz azt a hadikórházat kellett
elképzelhetetlen körülmények közül visszaállítani, hegyekbe álltak a gennyes, véres vatták, amputált végtagok. Egy nagy tüzet raktunk, és hát arra, hát én kisgyerek voltam, a felsős gyerekek hordták oda a dolgokat. Időnként még robbanások is voltak, mert a géz meg a misoda közé robbanó anyag is bekerült. Na, ott baleset nem történt, de rettenetes körülmények közül pucoltuk ki az iskolát, hogy ott el tudjon kezdeni a 46-os tanévbe. Én akkor letettem magánúton a első gimnáziumból a magánvizsgát 45 nyarán, úgyhogy a 45-46-os tanévben második gimnáziumot már ott tudtam kezdeni a Vences gimnáziumban.